6 hetes szünetet követően elkezdődött a felkészülés a Mercantil Bank MB2 tavaszi fordulóira. A tét óriási a Soroksár SC számára, ugyanis az utolsó helyről kell előrelépnünk és szereznünk annyi pontot, amivel legalább 3 vetétársunkat megelőzhetünk. A feladat nagy, ám nem lehetetlen, állítja Szűcs Mihály, klubunk ügyvezetője, aki átélt már hasonló szituációt a Sorinál. Minden évünk nehéz volt, mert mindig másért volt nehéz. Ugye az első évben azért volt nehéz, mert teljesen a nulláról kellett indulni, teljesen új csapatot kellett építeni MB3-ra, új körülményeket megismerni. Én azt gondolom, hogy abban az évben is ugye a minimális célkitűzésünket, hogy megnyerjük a bajnokságot, sikerült teljesíteni, ami egyébként nagyon hasonló volt a mostani átigazolási időszakhoz. Ugye akkor ott volt egy olyan fél év, ahol elég távol voltunk a célkitűzéseinktől, talán még lehet azt mondani távolabb, mint most. Akkor is nagyon komoly munkát kellett végezni ahhoz, hogy a vágyainkat, a céljainkat tudjuk teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ez a mostani átigazolási időszak nagyon hasonló ahhoz. Most is kellőképpen meg kell erősíteni kulcsjátékosokkal a keretet, ahhoz, hogy el tudjuk érni a célunkat, hogy bennmaradjunk a másodosztályba. A délelőtt orvosi vizsgálattal kezdődött minden játékosnak, ami test, súly, vér és pulzus mérésből állt, valamint regisztrálni kellett minden olyan a szünetben bekövetkezett betegséget, sérülést, lázat, ami a felkészülés kezdetét zavarhatja. Gyakorlatilag mindenki rendben van, lényeges testsúly eltérés nincsen, egy-két magasabb vérnyomás, ami a terhelésre rendeződni fog, ezt közben folyamatosan ellenőrizni fogjuk. Fülöp Noel, Kós Gábor csak pár név azokról, akik komoly műtéten estek át a télen, nos, az állapotok bíztató. A műtéteseknek szépen javul a rehabilitációjuk során a sérülésük, úgyhogy ők is a tavaszi szezon kezdetére bevethetők lesznek. Viszont akad néhány labdarúgó, aki idén már nem húz sárga-fekete szerelést. Hát ugye a Tóbiás Zsolti 3,5 éve volt a klub alkalmazásában, nagyon korrekt, nagyon jó ember és egy megbízható játékos volt, viszont nem tudott élni ugye avval a lehetőséggel, amikor a Gólhérgeri sérült volt, és így azt gondoltuk, hogy azon a poszton erősítenünk kell, így került ide a Honvédból egyébként a Fejes Jani. Én azt gondolom, tisztességben elváltunk egymástól, további sportsikereket kívántunk egymásnak tényleg, és ezúton is sok sikert kívánok a Tóbinak. A Bence, ugye egy éve került ide a Szenes Bence a csapathoz, ő nem tudta beváltani azokat a reményeket, amit hozzáfűztünk, így gyakorlatilag ő most visszakerült a Fradi MB3-as csapatához, és ott folytatja a pályafutását. Van egy különleges eset, ugye a Kapacina Valér, akivel mi számoltunk a tavaszra, de gyakorlatilag az ő döntésének megfelelően elhagyta a klubunkat, mi ezt elfogadtuk, a véleményünk megvan róla. Az első edzés jó hangulatban telt. Lucsánszki Tamás vezetőedzőnk elégedetnek tűnt a játékosok állapotát látva. Hát úgy gondolom, hogy amit kiadtunk házi feladatot szemre, elsőre úgy néz ki, hogy azért helyen közel elvégezték a fiúk, ez jó. Az újak is úgy látom, hogy kellő felkészültséggel érkeztek, úgyhogy azt gondolom, hogy ennyit lehet az első edzésben megmondani egyelőre. A téli felkészülés sokaknak a rémálma. Van, hogy a labda se kerül elő. Nos, ez mi nálunk nem így van. Én annak vagyok a hív, hogy általában labdával meg lehet csinálni. Labdával is ugyanazt a terelést, amit futással. Ez, azt gondolom, hogy ez az időszaknak megfelelő terelés legyen. Ez a lényege a dolognak, tehát nem az, hogy labda vagy labda. Nyilván ezt labdával játsszák ezt a játékot, tehát örömteli mindenkinek, ha labda van. Az itthoni felkészülés alkalmával 3-szor játszunk edzőmeccset a Haraszti úton. Sorrendben fogadjuk a Paksot, a Dunajvárost, végül az MTK második csapatát, utána pedig edzőtáborba vonul a csapat. 3-szor 2 hetes ciklusban dolgozunk, mindig más tereléses modell szerint, és ez úgy van lebontva, hogy ennek van 2 edzőtáboros része is, ami csúcs terelés, tehát az első állóképességi rész, az körülbelül 2 hétig tart, annak van egy mátraházi edzőtábor, és utána pedig a törökországi edzőtábor az, ami a formában hozás, és ott a speciális állóképesség, ez a program, ez a tervezet. Az átigazolási időszakban mi is igen aktívan részt akarunk venni.
A 12 rugott gól nagyon kevés, ezért fontos, hogy előrefelé jól sikerüljön az erősítés. Erről szintén Szűcs Mihály beszélt, ám konkrétumokról egyelőre nem szolgálhat. Folyamatosan tárgyalásban vagyunk a játékosokkal, megpróbáljuk ugye megerősíteni előre is, középre is és hátra is ugye a keretet. Ha itt lesz az ideje, akkor végül is mindent, úgyis ugye mind a Sori tévénézőknek, mind a nyilvánosság elé fogjuk teremteni. Most még jelenleg például nem állunk úgy, hogy konkrét tényeket tudjak szolgálni. És akkor egy igen kellemes hír a végére. Lovrencsics még intenzív fizikai szakedzéseket nem végezhet, de úgy néz ki, hogy egy-két héten belül ő is bekapcsolódik a csapat edzésekbe. A Sori TV pedig hetente kétszer lesz be a kulisszák mögé. Minden friss hírről azonnal tájékoztatjuk a kedves szurkolóinkat.